Mi az, amit elsőként meg tudtok fogadni a zsűri kritikájából? Hát leginkább azt a részét, hogy egy-két hanghiba volt, meg hát a beállás nem volt egészen tökéletes, azt el tudom fogadni. Meg hát igazából minden kritika jól jön, ezekből lehet építeni. Tehát a beállással kapcsolatban milyen tanulságot tudtok megfogadni már rögtön a koncert előtt? Inkább tovább húzni? Igen, talán az, hogy egy kicsit tovább húzni, meg ebben még kell szereznünk egy kis rutin szerintem. Értem. Hányadik fellépésetek volt ez amúgy? Valami komolyabb koncertetek volt már itt a környéken? Hát a legkomolyabb koncertünk az a Balaton-Boglár Fesztivál volt, akkor én még nem zenéltem a zenekarba személyesen, de a zenekarnak az volt a legkomolyabb. Ezen kívül a Zajkai Sportgálán szerepeltünk, az egy komoly fellépés volt még, és még sok más helyszínen. Azt pontosan nem tudom hány fellépésen, de rengeteg helyen zenéltünk már. Damian, milyen megmérettetésetek volt ezen kívül még, ahol visszajelzést kaphattatok a zenekar sikerességéről, mondjuk? A szervezőktől úgy általában minden fellépés után valamilyen szinten beszélgetünk magáról a fellépés lezajlásáról, hogy mi hogy éreztük, ők hogy érezték. Így valamilyen szinten a közönségtől és tőlük is mindig kapunk valamilyen szintű visszajelzést, és ebből próbálunk építkezni. Ez az első tehetségkutatónk, így konkrétan hozzáértő emberektől most kapunk visszajelzést először. A zsűri említette valamelyik együttesnél, hogy a színpadon kívül szívesen adna még nekik pár fellépési tippet. Ti kaptatok esetleg valamit privátban, vagy csak azt, amit itt a nagy teremben elhangzott? Beg Zoli, ő odajött hozzánk közvetlen a fellépés után, és az énekesünknek, aki sajnos most nincs itt, neki a gitár heverderével kapcsolatban mondott egy tanácsot, de jelenleg még nem kaptunk konkrétan ilyet, csak az értékelésnél. Damian mellett itt áll az együttes dobosa, aki külön dicséretet kapott a zsűritől. Milyen élmény volt ez így egy telt színházterem előtt? Hát nekem nagyon fura, mert én hát egy nem is régóta dobolok, ez az egyik, meg ebben a zenekarsóban se vagyok régóta, körülbelül egy 3 hete. Furcsa volt, mert annyira hát szerintem itt nálam százszor, ezerszer jobb dobosok voltak, és vannak is. Úgyhogy hát jól esett nyilván ez az egész. Mióta vagy bent a zenekarban? Említetted, hogy nem régóta. Mióta van meg a zenekar? 2014. január 21 és 23, valamelyik, pontosan nem tudom. És mióta vagy te benne? 3 hete. Olé! És már is egy külön dicséret. Volt előtte dobos, vagy most kezdtétek a dobrészt? Nem, volt eddig is egy dobosunk, viszont őt egy, nem tudom pontosan, 3-4 hete talán kirúgtuk. Szóval ő el lett távolítva a zenekarban. Mi történt? Egy pénteki fellépésünk lett volna a Borsos iskolában. Mindig szoktak minket visszahívni, mert többen ott tanultak a zenekarból, és ezért a Farsangon mindig megkérnek minket, hogy zenéljünk, és ő a keddi napon írt nekünk a csoportunkba, nem is személyesen mondta, hogy neki ez így konkrétan nem megy tovább, és nem szeretné igazából folytatni. Zajkai Szó is beszámolt ugye erről a fellépésetekről, olvashattunk róla bőven, hogy a Kossuth tornatermét megtöltöttétek zenével. Veled ez nem fordulhat majd elő? Hogy Kossuth tör? Nem, hanem az, hogy nem jelensz meg a próbám, illetve a fellépésen. Hát remélem nem. Megérkezett a zenekar másik énekese is, itt vagytok már előttünk mind a ketten. Hogy értékelitek a saját fellépéseteket? Hát természetesen soha se mondhatja egy zenész az, hogy jó volt. Teljes mértékben, hát most se. Legfőképpen azért, mert nem hallottuk magunkat, de hát ez természetes, hát ez ennyire nem lehet normálisan beállítani. Viszont azt elmondhatom, hogy a körülményekhez képest, meg ahhoz képest, hogy friss ez az egész felállás, jó volt. Hát én körülbelül egy hónapja, vagy hát nagyjából úgy éneklek a fiúkkal, és ahhoz képest, hogy trókfájással küzdöttem egész héten, ezt szerintem most is hallani lehetett, ahhoz képest azt hiszem, hogy jól sikerült. Nem lehetett hallani, én nem hallottam kint a nézőtéren. Külön... Tessék? De, az ő produkciójuknál itt voltam. Külön megemlítették, hogy lázadtok a ruházatokkal a rockzene mellett, illetve ellen. Megtartjátok ezt, vagy változtattok a ruhán? Hát a helyzet az, hogy ennek a története, hogy én azért vagyok így, mert ezt szeretem, egy fellépésen megszoktam, és az, hogy ez így pont véletlen összejött, ez, ennek csak örülünk, hogy meg is jegyezték, erre nem is gondoltunk még, de megtartjuk. Megyünk a másik nyakkendéshez.
Hát én mindenképpen szeretném megtartani, imádom ezt a stílus, nekem ez a kedvencem, és örülök, hogy a Beck Zolinak is tetszett, ez nagyon nagy megtiszteltetés. A zsűri melyik tagja az, amelynek a kritikáját abszolút mértékben megfogadjátok, illetve legkomolyabban veszitek? Beck Zoltán és Abaházi Csaba, mivel véleményem szerint akármennyire képzett minden tag, szerintem zenekar szinten őkettőjük áll legmagasabb szinten, ezért szeretnénk minden tanácsot megfogadni. A rockzenéhez? Lényegében igen. Gondolkodtatok azon, hogy egy Abaházi számot adtok elő? Igazából ezen még nem gondolkodtunk, próbálunk ilyen talán régebbinek mondható magyar slágereket előadni, keresni, ami a zenekar összes tagjának megfelel, és még nem választottuk ki, hogy ha esetleg tovább jutunk, akkor mi lenne a következő. Ezen még nem gondolkoztunk. Az utolsó fellépő elég nagy sikert aratott az Apu Vedd Meg című slágerrel. Te említetted, hogy a régieket dolgoztok fel inkább. Egy újjal nem gondolkodtatok? Természetesen gondolkodtunk, és már dolgoztunk is fel újabb számokat is, csak erre a előválogatóra úgy döntöttünk, hogy ezeket fogjuk eljátszani, a következőkben meg ezek alapján mérlegelünk, a többi fellép alapján, és hogy kik jutnak tovább természetesen, ha egyáltalán mi tovább is jutnánk, és úgy döntünk, hogy mit választunk, mert választék az van, csak még nem tudjuk, mi lesz. Milyen az alaprepertoár, amit egy koncerteteken előadtok? Hát igazából ez a fellépésektől függ. Most például egy bálon fogunk játszani, és ahhoz ugye olyan zenék kellenek, amire lehet táncolni főként. De egyébként pedig rock zene mindenképp. Tehát a rock mellett a báli zene is abszolút fekszik a zenekarnak? Tehát fel lehet titeket kérni egy bálra is, mint zenész? Hát reméljünk. Most mivel megkértek minket, azért erre készültünk, és szerintem jól haladunk vele. Ugye jövő héten lesz a bál szombaton, úgyhogy arra készülünk most. A reklámhelye hol lesz a bál? A kaszinóban lesz. Olé, és ott meg lehet titeket látni? Hát igazából ez egy a bölcsödének az alapítványi bálja. Kezdődik az eredményhirdetés, úgyhogy köszönjük szépen, srácok, hogy sok sikert nektek!